A Becsei 1918 ifjúsági futballklub január utolsó hetében elkezdte a felkészülést az idény tavaszi részére. Időközben három játékos távozott a csapatból, Nenád és Igor Kudrics, valamint Milos Popadics. Másfelől pedig erősítik a csapatot a kadétok soraiból, akik az előttük álló fél szezonban lehetőséget kapnak a bizonyításra, és pályázhatnak az első csapatba kerülésre. Azt gondolom, hogy a csapat gerincét megőriztük, a legjobban annak az információnak örülök, miszerint Dejan Zsivkov felépült, aki a kulcsfontosságú erősítésünk ebben a fél szezonban. Ő most már rendszeresen jár az edzésekre, és komolyan számítunk rá. Úgy gondolom, hogy azokkal a játékosokkal, akik távoztak tőlünk, nem túl sokat veszítettünk, bár Nenád, aki a liga legjobb csatára, elhagyott bennünket. De lényegében szerintem Dejan Zsivkov pótolja majd az ő távozását. Nem áll szándékunkban sietni az erősítéssel, gondosan fogjuk végezni a válogatást, és ugyanúgy, mint a nyári idényben, most a téliben is csak a legszükségesebb erősítést fogjuk idehozni. A Stari Banovciból érkező Dunav csapata elleni mérkőzésen kívül, amelyet az Opazovai labdarúgóházban rendeznek, a hátralévő barátságos mérkőzéseket mesterséges burkolatú hazai pályán játsszák. Ambícióink erre a félszezonra, hogy megtartsuk ezt a magas helyezést a tabellán, hiszen sikeres félszezon áll mögöttünk. Ám nem akarunk a régi dicsőségből élni. A fiúk valóban motiváltak, rendszeresen edzenek, és a csapat gerince megmaradt, ami számomra rendkívül fontos ebben a félszezonban. A célunk, hogy az első három csapatban végezzünk, amire szerintem megvan az esélyünk, és közel állunk ehhez, de minden a fiúkon múlik. Szorgalmasan dolgoznak és edzenek, és ha így folytatják, nem kellene, hogy problémánk legyen. A bajnokság második részének első mérkőzését március 4-én rendezik, amelyen a Novi Banovciból érkező Omladinac csapatával mérkőznek meg. Ez egy igazán nehéz meccs lesz az Omladinac csapatának, ugyanis az a célja, hogy megtámadja a ligát és bejusson az első ligába. Tudják, hova jönnek, egyszer már legyőztük őket, így úgy gondolom, hogy jó esélyünk lesz most is. Mi készülünk az első fordulóra, és mindent beleadunk, hogy jó sorozatban folytassuk a játékot, és hogy megszerezzük a három pontot. Az óbecsei focisták a negyedik helyen zárták a félszezont a vajdasági szerb ligában, amelyben 8 győzelem, 6 vereség és egy döntetlen után 25 pontot szereztek.